Május 10-e a mentők napja. Erről kérdeztük Sejben Viktor mentőápolót. Május 10-e a mentők napja. Ennek alkalmából Sejben Viktor mentőápoló a vendégünk. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk erről a napról és a mentősök történetéről. Hogyan is kezdődött? Sejben Viktor mentőápoló vagyok. 1981 óta dolgozom ebbe a beosztásba a mentőszolgálatnál. Ugye hát a mentőszolgálatnak a feladata a sürgősségi betegellátás igazából. Ezen kívül végzünk őrzött feladatokat, vagy olyan betegek szállítását, akiknél útközben valamilyen beavatkozásra vagy vizsgálatra lesz szükség. Majd egy kicsit később beszélünk, hogy szélesedett ki ez a jogkör a koronavírus kapcsán, stb. Annyit, aki nem tudná, azért elmondhatunk, hogy a mentés történet azért az elég régre visszanyúlik. Már 1887-ben megalakult a BÖME, Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület. Ehhez hasonlóan megalakult Korosváron, a Szegeden, Szabadkán, megalakult a Vármegyék Országos Mentő Egyesülete, és a mai évfordulónkhoz érve ugye 1948-ban államosították ezt az egészet, és csináltak egy egységes mentőszolgálatot, azóta egységes szervezetként működik. Állami feladat a mentés, de mint látjuk később azért alapítványok is bekapcsolódtak, hogy segítették ezt a nemes feladatot. Elmondható még a mentés történettel kapcsolatban, hogy 1954-ben született meg az első rohamkocsi, addig az se volt. Én még dolgoztam öreg húzta papába, szegedi mentőtiszte, aki mondta, hogy lovaskocsival vitték a betegeket. Tehát ez nem volt mindig ilyen gyönyörű, szép, csillogó mentőautó, mint ami most van. Majd megalakult a légimentés, pilot típusú repülőgépekkel tudtak hosszabb útra szállítani olyan betegeket, akiknek az állapota ezt megkívánta. Majd 1963-ban, amikor én születtem, akkor történt az első sikeres újraélesztés, ami tartósan eredményes is maradt. Ez le is lett dokumentálva. Ugye volt Budapesten a mentőkórház, ahova vitték a mentősök a betegeket. Ott önkéntesek dolgoztak, orvosok, ápolók, mindenki önkéntes volt, és tudták követni a betegutat. Most bevisszük a klinikára, aztán nem látjuk a beteget, mi lesz vele. Ők sokkal többet tudtak nálunk, akik ebben a folyamatban végig részt vettek. A rendszerváltás környékén akkor egy kicsit fölpesdült az élet, ugye? Bár nem csak mentőautó volt, meg rohamkocsi, hanem különböző alapítványok segítségével gyerek mentőszolgálat, helikopteres mentőszolgálat alakult. Ugye itt volt Szegeden éveken keresztül. A Mentés a Jövőt alapítvány segítette ennek a működését. Még innen Kistelekről is jártunk szolgálatba, de a későbbiekben Szentesre átkerült ez a heliport, és most máshonnan jönnek ide, akik ugyanezt a munkát végzik. Évente, úgy visszamenőleg körülbelül, tehát egy év alatt körülbelül 1 millió beteget lát el a mentőszolgálat, ez körülbelül 33 millió kilométer, amit a kocsik futnak. Most az országban körülbelül, tehát több mint 250 mentőállomás van. Az utóbbi 10-20 évben is rengeteg épült. Vannak ugye öregebb állomások, mint a Csongrádi is, hogy már nagyon várja a felújítást, vagy hogy új állomást kapjon. Ezekben a mentőállomásokban, meg a budapesti 7-emeletes mentőközpontban körülbelül 8500 mentőszolgálatnál dolgozó teljesíti ezt a feladatot. Régebben, amikor a betegszállítást is mink csináltuk, mert tudjuk, hogy külön van válva a betegszállítás, meg a mentés, akkor 6000 dolgozója az OMSZ-nak, úgyhogy nagy fejlődés van. Megalakult például a szervezeti és működésfejlesztési osztály, nemrég voltak nálunk ellenőrzésen, próbálják feltárni a lehetőségeket, hogy milyen főbb hibák vannak, és azon hogyan lehetne javítani. A vonuló állományról pontos képet én nem látok, mert én nem vagyok benne ebben a nagy gépezetben, ami ezt az egészet irányítja. Én csak azt látom, mint egy mentőápoló, hogy mindenfelé emberhiány van. Úgy tűnik, hogy kevés a vonuló személyzet. Próbálják megoldani ezt a helyzetet, csak egyelőre még nem nagyon sikerült megoldani.
ugye rátérhetünk, hogy a koronavírus kapcsán a mentőszolgálatnak olyan feladatok szakadtak a nyakába, például a bajtársaink munkaidőn felül plusz óraszámba mentek a határa lázat mérni. Jöttek az átutazó külföldiek, de ezt is a mentősök csinálták. A mintavételekről ne is beszéljünk, ugye a koronavírus mintavételezésről rengeteg, tehát voltak mintavételezési pontok, ahol naponta egy-egy mentős több száz betegtől vette le a mintát. Volt, hogy autókkal jártunk ki tanyavilágban mindenfelé mintákat venni, és ugye régebben, amikor bejött valaki az orvosi ügyeletre, hogy náthás vagyok, köhögök, lázas vagyok, akkor szépen el lett mondva, hogy a vírusfertőzés kapcsán milyen teendői vannak, és menjen haza. Most, amikor valaki betelefonál a házi orvosnak, hogy kicsit kapar a torkom, meg mint a lázas lennék, akkor már küldöm is majd a mintavevés kocsit, és akkor ez rengeteg feladat a mentőszolgálatnak, kevés a vonuló személyzet. Ez, én úgy látom, hogy nem csak Csongrád megye, hanem Budapesten még jobban kiütközik, hiszen évek óta az ország minden tájáról járnak föl mentők szolgálatba Budapestre. Ez is plusz órába történik. Mi mostanában 10-22 óráig levő szolgálatokba járunk föl, de nem csak kistelekről, hanem más állomásokról is. Ez mind plusz órába megy. Úgyhogy ha lehet mondani, hogy le van terhelve ez a maradék vonuló állomány, akkor ezt mondhatjuk nyugodtan. Nyilván az országos vezetésnek is a katasztrófavédelemmel, egészségügyi intézmények együtt kell, hogy működjön, és mindenki megtesz mindent, amit lehet, de ez elég súlyos teher. Hirtelen fellépő egészségkárosodás bárkivel bármikor történhet, és erre nem csak, hogy lehet, hanem fel is kellene készülni mindenkinek. Voltak már próbálkozások egy-két iskolában is, hogy bevezetik a tantervbe az első segély oktatást. Én Szentesen hallottam ilyet, a gimnáziumba jártak oda mentősök. Nagyon jó, hogy azt gondolom, hogy nem is tudom hánytól van az, hogy a jogosítvány megszerzéséhez is az első segély tanfolyamot el kell végezni. Egy időben mi is segítettünk ennek az oktatásába, de az autós iskolák szépen átvették ezt a feladatot, ők vezénylik le, de nyilván a vizsgáztatást a Vöröskereszt és a valamelyik mentőszolgálatnak a mentőtisztje végzi. Úgyhogy elvileg, akinek van jogosítványa, az egy potenciális első segélynyújtó. Tudni kell neki a sebellátást, az újraélesztést, a különböző eljárásokat, és minél több embernek lesz jogosítványa, hogy annál több első segélynyújtó szalad gáz utcákon. Ugye biztos hallott mindenki már a SzívCiti alkalmazásról, amit le lehet töltni a telefonra, és hogyha valahol valaki kap egy szívinfarktust, összeesik, és mondjuk nincs a közelbe mentő, akkor ez a SzívCiti szolgáltatás egy központban láthatóvá válik, hogy hol van az illető, aki erre jelentkezett, és ha ő közelben van, akkor küldjenek neki egy üzenetet, hogyha tud, akkor menjen oda és kezdje meg az ellátást. Ugye tudjuk, hogyha van egy ilyen kritikus állapotú beteg, akkor az ellátásnak az első 5-10 percén múlik a továbbiakban, hogy ő tartósan hogy meggyógyulhat-e vagy nem. És ez például jó alkalmazás, úgyhogy a lakosság részéről is nagyon fontos. Az EFI segítségével szoktunk menni iskolákba, óvodákba, szülőkkel szoktunk találkozni. A Magyar Vörös Kereszt kapcsán pedig vannak olyan elsősegélynyújtó csoportok, akik mennek versenyre, az ő felkészítésükbe, és ha fölkérnek bennünket, akkor szoktunk segíteni. Érdekes átalakuláson megy keresztül a mentőhívás. Ugye régebben úgy volt, hogy a 104-et fölhívtuk, a legközelebbi mentőállomásra csörgött be a telefon, a szolgáltató vezető ember fölvette a menetlevelet, odaadta mentőnek, és ment a mentő. Most ez úgy történik, hogy föl kell hívni a 112-t, ha nem azt hívjuk, akkor is oda fog csörögni. Az országban ugye van két pont, Szombathelyen meg Miskolcon, oda becsörög a telefon. Nyilván ott nem csak mentés ügyben telefonálnak az emberek, hanem lepukkantam az autópályán, tűz van, bármi baj van, és akkor ők eldöntik, hogy katasztrófavédelmet küldnek, tűzoltót, rendőrt, mentőt. Amikor ő felvette ezeket az információkat, akkor kideríti, hogy a bejelentő által megadott helyszín, melyik
mentésirányítási központhoz van közel, mondjuk Csongrád megyében a szegedi, akkor ő ezt letovábbítja Szegednek, ezt az információt. Szeged, ha megtudja, hogy Kistelek mentálmás körzetéhez tartozik ez a feladat, akkor kiszól Kistelek mentálmásra. Itt ugye már nincsenek szolgálatvezetők, régebben volt minden állomáson. Ha utolsó kocsi van, akkor beülnek az autóba, bezárják a nagykaput, meg az egész mentálmás maguk után, és úgy tudnak kimenni a betegér. A legfontosabb az, hogy a pontos helyszín, röviden mi történt. A bejelentő jó, ha megadja a saját telefonszámát, mert ha nem jelezné ki a központnak, és vissza kellene őt hívni, akkor tudjanak még információt kérni. De most, hogyha autópályán történik, akkor az nagyon fontos, hogy melyik oldalon. Általában, hogyha mondjuk az M5-ös utat nézzük, akkor úgy szoktuk meghatározni, hogy Pest felől nézve, a jobb oldalon vagy a bal oldalon. Ugyanis mondjuk Kistelek mentálmás, Kistelektől Félegyházáig a Pest felé menő oldalra tudunk menni, mert nyilván nem mehetünk szembe a forgalomba a másik oldalon, és a úgymond jobb oldalon, Pestről elmenőlegesen nézve, pedig Szegedig a miénk ez a terület. Na most, amikor van egy baleset mondjuk a 130-as kilométerkőnél, és ők nem a jó oldalt adják, mert a túloldalon van, és mi akkor megyünk Félegyháza felé, látjuk, hogy ott a baleset, és túl kell menni, aztán amarra most már szerencsére Csengelén is vissza lehet fordulni, de eddig Félegyházától csak visszafordulni a kocsi, és úgy jönni a balesethez. Tehát nagyon fontos a pontos helyszín meghatározása. A Jövőnkért Néptánc Együttes fellépését láthatják a következőkben. Hölgyeim és uraim, színpadon a Jövőnkért Néptánc Együttes. Egy kis tapsot szeretnék kérni mindenféleképpen, hogy bátrak legyenek, és jó műsort, és jó szórakozást kívánok! Hello.
a Demencia Számok Tükrében címmel tartott előadást, Gőg Edit, a Csongrád-Csenád megyei Napsugár Otthon, Mórahalmi Idősek Otthonának részlegvezetője. Ezt láthatják a következőkben. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, kicsit megilletődöttem, mert most nagyon sok vezetőm van jelen, nagyon sok munkatársam érintettek, úgy látom a sajtó munkatársai, tehát én egy kávézós, teázós beszélgetésre készültem, ami remélem, hogy így is lesz, mert azért a kávének a nagy hívó szó volt, mikor ide hívott Marcsi. Én úgy hallottam itt a beszélgetések alatt, hogy sokan fogják elmondani önöknek azt, hogy miről is szól a demencia, vagy maga az Alzheimer-kor, úgyhogy én ezzel nem is húzom most az időt, hanem rögtön egy kicsit számokat szeretnék azért önöknek mondani, mert aki itt ül még, lehet, hogy nem is tud azzal mit kezdeni, hogy miért is hívták őt ide, mi köze van neki a demenciához, mi köze van neki ez az egész témához, azon kívül, hogy a Szalanyi Marcsinak a jó ismerőse, vagy valamilyen kontaktja. Viszont aki egy kicsit már találkozott ezzel a témával, az szembesülhetett azzal, hogy ma már nem csak Magyarországon, az egész világon nincs olyan ember, aki előbb vagy utóbb ne legyen érintett ebben a kérdésben. Jó magam is, igaz, hogy most Anikó, nagyon köszönöm, szakemberként konferált föl, de érintett vagyok, a nagymamám nekem is demens volt, aktívan részt vettem az ő gondozásában, ápolásában. És nincs olyan család talán Magyarországon, aki még vagy ezek után ne kelljen, hogy megküzdjön egy olyan kihívással, hogy demens ember van közöttük, akit egyrészt operatívan, tehát technikailag tudni kell kezelni, ellátni, másrészt ennek az érzelmi oldalát is tudni kell feldolgozni. De mondok azért számokat, mert az én előadásom erről szól, amikkel egy kicsit szeretném önöket megdöbbenteni és arra inspirálni, hogy a következő előadóknak a mondandójára talán még jobban figyeljenek, mint hogy ezt tervezték. Ugyanis mióta én beszélek, nem tudom hány másodperc telt el, de 3 másodpercenként a világon diagnosztizálnak egy demens beteget. Ami, ha nem is matekoznak most fejben, ez rengeteg embert jelent. Jelen pillanatban, illetve inkább úgy mondom, 2018-as adat áll rendelkezésünkre. 2018-ban 50 millió demens ember volt a világon, amiről azért azt kell tudni, hogy demensnek azokat nyilvánít, vagy azokat hívjuk, akiknek van ilyen orvosi diagnózisa, tehát akik úgymond papíron demenssé váltak már, de azért akik a szakmában dolgozunk, tudjuk, hogy nagyon kevés olyan demens beteg van, aki eljut már az orvosi diagnózisig, tehát sokkal többen vannak érintettek, mint amit a számok tükröznek. Szintén számomra nagyon megdöbbentő az, hogy évente 10 millió új demens beteg lesz világszerte, amit most megint így aláhúznék, mint kifejezést, hogy évente, tehát nem ennyi új, vagy ennyi demens beteg van, hanem évente több demens embert nyilvánítanak demenssé, mint amennyi most a magyar lakosság. És ezek azért nagyon döbbenetes számok. Ebből éreznünk kell, hogy dolgunk van ezzel a témával, és szerintem ezért is jó és hasznos, hogy most itt vagyunk és beszélünk erről. Az Alzheimer kafék azért az ország minden nagyobb, vagy jelentősebb városában már működnek, és teljesen jónak tartom, hogy kis telek is becsatlakozott ebbe a programba. Én azt kívánom egyébként a kis teleki intézményvezetőknek, meg a döntéshozóknak, hogy ne álljanak meg csak az Alzheimer kafén, hanem lehet tovább menni, hogy demenciabarát várossá válhatnak kis telek. Vannak már ilyen városok Magyarországon, én konkrétan Mosonmagyaróvár tudom, de azért, hogy visszatérjek a számokhoz, egy fontos dologgal mégis felvezetném magát, ezt a tüneteegyüttest, ami a demencia, mégpedig ez a 3-as szám, ugyanis 3 szakasza van ennek a betegség lefolyásnak, amiről majd nálam jobban, meg szebben beszélő kollégák fognak bővebb tájékoztatást adni,
de ez a hármas szám azért fontos, mert a demensek nagyon sok fajtája létezik, tehát maguknak az embereknek is. Mi a kollégáimmal rendszeresen szoktunk azon félig viccelni, félig keseregni, hogy itt tippelgetünk, hogy mi melyik fajta demensek leszünk. Vannak, akik depressziósak magukba fordulnak, van, akik hiperaktívvá válnak, vannak, akik a méltóságukhoz nem teljesen jó passzoló dolgokat végeznek, vannak, akik viccesek, vannak, akik elkeserítőek, és mindig elhangzik minden előadáson, most is elfog szerintem sokszor, hogy nagyon fontos a hozzátartozók és a segítők empátiája, a türelme, a megértése. De aki már dolgozott demensekkel, vagy gondozott a családjába, azért tudja, hogy ez nem ilyen egyszerű és nem ilyen könnyű, mert egy napig könnyű megértőnek lenni és toleránsnak, 3 hétig is még könnyű, valakinek hosszabb ideig is sikerül, de mindig eljön az a pont, amit már nehéz fölvállalni magunk előtt is, mivel a szerettünkről van szó, vagy a hozzánk közel álló gondozatról. És én nekem ez egy ilyen kis magánszakmai küldetésem, mindenkit arra biztatok, hogy ne törjön pálcát se saját maga fölött, se azok fölött, akiket lát demens emberekkel bajlódni, mert azért én kimerem mondani ezt a szót, hogy demens emberrel együtt élni vagy gondozni, az azért nem egyszerű és igenis nagy kihívás, de emberek vagyunk gyarlók, és azért néha az ember elveszíti a türelmét, de ezért jó, hogy vannak ilyen rendezvények, mert itt lehet erőt meríteni annak is, aki esetleg már éppen a kimerülés szélén áll, tehát biztatom a csíkot arra, hogy ne ez legyen az egyetlen ilyen rendezvény, hanem ez legyen folyamatosan ismétlődő. És ami az én igazi feladatom volt intézményvezető asszony részéről, hogy azt mondjam el, hogy mit lehet tenni, hogy megelőzzük a demenciát. Hát mondtam neki, hogy ezt tudnám Nobel-díjat kapni, de azért értettem a kérdést nyilván. Tehát van sok lehetőség, amit hogyha innen most kimennek ebből a teremből, és megfogadnak, azzal már könnyítenek a saját életükön, vagy a családjuk életén. Fog erről mindenki még, aki utánam szól, részletesebben beszélni. Nem akarom lelőni a mindenféle terápiás lehetőségeket, és a fizikai és a szellemi aktivitás fontosságát, mert erről gondolom lesz ma még szó. Én egy olyan gondolatot hoztam önöknek, úgymond ajándéknak, amit én nagyon vallok, és mindig elmondom ismerősének, hogy az én kislányom 6 éves volt, mikor ezen neki át kellett esni, amikor én önrendelkeztem. Nagyon nehéz a demens emberek gondozásában az, hogy amikor már demenssé válik valaki, akkor már nem teljesen beszámítható, nem teljesen adhatunk az ő véleményére, akaratára, az elvárásaira, és ezért én nagyon hasznosnak és nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki még akkor, amikor még erre képes, rendelkezzen arról a családja és a szeretei irányába, hogy mit szeretne magával majd kezdetni, amikor olyan állapotba kerül, amikor már nem képes az önrendelkezésre. Ez nyilván egy erkölcsi feladatunk is szerintem, hiszen az idős ellátásban dolgozók tudjuk, hogy a legtöbb nehézséget a hozzátartozóknak az okozza, hogy a lelkiismeret furdalásukkal nem tudnak mit kezdeni, amikor valamelyik hozzátartozójukat, akár a bentlakásos otthonokban, vagy akár az alapellátásnak valamelyik szolgáltatásába beintegrálják, és ezért ebben nagyon nagy segítség lehet, hogyha erről már időben beszélnek a családtagokkal, és őróluk lesznek leterhet. Emellett ennek nagyon nagy jelentősége lehet, akár pénzügyi, vagyonvédelmi, akár jogi szempontból is. Tehát ez egy olyan feladat, vagy egy olyan lehetőség, hogyha innen ma hazamennek, ezzel tudnak már is élni. Leülnek a családjukkal, és megbeszélik velük, akiket gondolnak, hogy mit tartanak fontosnak, hogyha önök már olyan állapotba kerülnek, akkor mi történjen önökkel. El lehet mondani,
mondani nekik a PIN-kódjukat, vagy hogy hol tartják a PIN-kódjaikat. Lehet hozni akár végrendeleteket, meghatalmazásokat aláírni. Ezeket még ma meg lehet tenni. Én mindenkit erre bíztatok. Bíztatok továbbá mindenkit arra, hogy tanuljon, hogy járjon utána annak, aminek itt ez a rendezvény is részt, hogy mit lehet tudni a demenciáról, mert most sokat fogunk beszélgetni, de rengeteg anyag elérhető. Ma a világhálón már végtelen számú tudományos és kevésbé tudományos, tehát lehet, hogy valamit inkább csak a szakemberek értenek, de a köznyelv szerint is jól alkalmazható anyagok elérhetőek. Mindenkit arra biztatok, hogy tanuljon, olvasson, járjon utána, hallgasson YouTube videókat, podcasteket a témában, mert minél jobban ismerjük, hogy mivel állunk szembe, annál könnyebb akár megküzdeni vele, akár elviselni, illetve könnyebb akkor készülni az egyes fázisokra, mert azért, ahogy azt Tanikó is mondta, ez egy progresszív tünetegyütt, és ez azt jelenti, hogy aki már rálépett a demensé válás útjára, ez nem visszafordítható folyamat, és tudjuk, hogy egyre rosszabb és nehezebb lesz az élete, viszont elég jó kiszámítható, hogy kivel, mikor, mi fog történni. Tehát tudunk rá készülni, hogyha utána nézünk. Illetve amit még fontosnak tartok, ez az elszigeteltségnek a kiküszöbölés, ne maradjanak egyedül, és erre nagyon jó alkalmak a nyugdíjas klubok, az Alzheimer Café, vagy bármilyen olyan rendezvény, ahol személyesen meg tudnak jelenni, viszont legalább ugyanilyen hasznos a mai világban már a közösségi média, tehát a Facebook, az Instagram, mindenki, amit szeret, akár a YouTube, zárt közösségek működnek, hogyha bárki érintetté válik, vagy egyszerűen érdeklődik a téma iránt, akkor be tud lépni olyan zárt közösségekbe, ahol talán a legőszintébb diskurzusok folynak, sokkal őszintébbek, mint mondjuk egy ilyen nagy létszámú rendezvény keretében, ami belefér. Úgyhogy erre is biztatok mindenkit, aki egy kicsit is úgy érzi, hogy érdemes ezzel foglalkozni. És még egy jó tanácsom van, itt megint visszautalva a kollégákkal való ijedelmeinkre, hogy mi már demensek vagyunk-e vagy sem, tehát attól még senki nem demens, mert elfelejtett, hogy hova tette a slusszkulcsát, vagy elfelejtette az édesanyjának a születésnapját, tehát mindig orvos állapítja meg, hogyha ilyen probléma van, hogy önöket is arra biztatom, illetve a hozzátartozóikat, hogy mindig orvost keressenek fel, szűressék magukat, teszteltessék magukat, és csak akkor ijedjenek meg, amikor már az orvos is azt mondja, hogy valamilyen folyamat elindult, akkor meg már kár megijedni, mert már úgyis elindultak a folyamaton, és akkor meg azokat a lépéseket kell megtenni, amiket majd itt az utánam jövők el fognak önöknek mondani. Minden jót kívánok a mai napra, ha én tudok bárkinek bármiben segíteni, akkor nagyon szívesen. Varga Anikó kiállításán közreműködött Gyulainé Edit és Sándor Szidónia. Az ő műsorukat tekinthetik meg a következőkben. Érzések és hangulatok az ecsetemen át. Ezt a címet adta ennek a gyönyörű kiállításnak, amely megnyitásához majd először is felkérem Gyulainé Editkét, hogy Vasterike novelláját olvassa fel nekünk. Hangosan tudok beszélni. Vas Terézia, várakozás. Két komor vonal futott párban a lábam mellett, a lecsorgó sárga fényben épp csak derektek a talpák. Szaladt a sínpár a messzeségbe, bele a vaksötétbe. Álltam a peronon, szemem a távolt fürkészte. Lestem, vártam a vonatot, amellyel érkezik. Nagyon távol, talán csak a szemem káprázott, végre parányi csillag nyúlt a feketességben. Lehet az ég egy fénypontja, de nekem a várva várt remény. A hangszórók közönyös,
monoton szövege újjongott a fülembe, a mellkasomat szapora dübörgés feszítette. A szemem hunyorogva vizslatta a fénytelen végtelent. A felfénylő csoda lassan, nagyon-nagyon lassan, de kitartóan növekedett. A pont hízott, ereje nőtt, de úgy tűnt, sohasem akar megérkezni. Álltam és mereztettem a szemem. Szél fütyült a fülem mellett, a lámpa ontotta rám a melegét, s én hívogattam, csalogattam magamhoz a jelenést. Alig hallgató zúgás zsongított, erősödött, közeledett. A dübörgés hirtelen robbant be az állomásra, kattogás, csikorgás, és vele a mozdon vakító, tolakodó fény orgiája. A vonat befutott az állomásra. Örömlángok gyúltak bennem, mozdult a lábam, rohantam volna, de csak tétován téblágoltam. Melyik ajtón fog leszállni? Hol jelenik meg a kar, mely kinyitja a vagon altaját, a fej, mely kíváncsian kitekint, s a két láb lefelé lépkedve a lépcsőn óvatosan? Hol láthatom majd először meg a lányomat, a degeszre tömött utazótáskáját vonszolva? A fék még egyet utoljára csikordult, s a szerelvény görcsösen megrándult. Varázsszóra kipattantak az ajtók, egyszerre, katonás rendben, kifelé nyílva. Senki nem nézett ki rajtuk, senki sem szállt ki. Feketén ásítoztak a lyukak a vagonok falában, vakon sötét lettek az ablakok. Mögöttük senki nem ült. Üres és kihalt állomás komor világában elárultan áldogáltam magamban. Döbbenten, csalódottam. Felettem a lámpa pislákolni kezdett és kialudt. A torkom mélyéről feltörő pengeéles sikor fájdalmasan hasította fel az éjszaka szövetét. A levegőt kapkodva kétségbe esetten ültem fel az ágyamban. Fülemben még csengett az álombéli kiáltás, hajam csatakosan lógott, az arcom nedves lett a könnyeimtől. Fájt nagyon. Lassan magamhoz tértem. Belül még zokogtam, de már a megkönnyebbülés langyos hullámai ringadtak. Csak egy rossz álom, hiszen itt van, megérkezett. Az ágyán összegömbölyödve és nyakig a takaróba burkolózva, mint kislány korában, ott aludt az én egyetlen, csodálatos, legdrágább asszonylányom. Áldott nyugalomban édesem, meg sem moccant, szuszogása alig hallatszott, angyali fehérség és ártatlanság szépséges arcán. A hajnali derengés halvány ködbe borította a szobát, újjongtam, itt van, ismét az enyém, csak az enyém, mindegy hány éves az én gyermekem, egy napra, ami most 12 teljes órát, azaz 720 percet jelent. Aztán jött a hitetlenkedő csodálkodás, mint minden látogatásakor, hogy ez a tökéletes ember belőlem született meg. Áldottam a szerencsémet, hogy megszülhettem, mérhetetlen büszkeség hízlalt az okossága, jósága, talpra esettsége miatt. Az apja is hogy dicsekedne vele, ha még élne. Óvatosan mellé ültem az ágya szélére, gyöngéden, alig érintve végig se nyitottam a haján. Megmoccant, karja kinyúlt a takaró alól, megfogta a kezem. Arcát belefúrta a tenyerembe. Bőre bársonya forrón tapadt az én érdes bőrkeményeléseimhez. Simiz, alig hallatszott álmos hangja, talán csak képzeltem. Kicsin gyermek a papla melegében, én simogatom a hátát, ő elnyújtózik kélyesen. Milyen sokszor játszottuk ezt reggelente. A múlt nem szűnik, visszatér, emlékezünk. A szája húzódott először mosolyra, aztán lustán kinyitotta a szemét. Tudtam, hogy ennek az anyalánya napnak is minden pillanata felejthetetlen, varázslatos és örömteli lesz. Esteledett ismét. Álltunk a peronon, szemem a távolt fürkészte. Késleltettem volna az időt, amely vészesen fogyott. Vártuk a vonatot, amely majd elviszi tőlem,
vissza a párjához. A horizont fényes csillag gyúlt, a mozdony lámpái világítottak, és tolakodóan, bántóan, gyorsan közeledtek. Tartóztattam volna, de csak az autók várakoztak a sorompónál, a vonat sietve, túl hamar ért be az állomásra. Én pici anyukám, ölelt magához a lányom a lecsorgó sárga fényben, és nevetett rám a magasból. Sietős puszit adott, felkapta, degeszre tömött utazótáskáját, és már a lépcsőről integetett felém. A vasutas jelzett, a szerelvény csikorogva elindult. Egy ablakban az ujjak szívet formáztak. A távolodó fény szempillantás alatt elenyészett. A sóhaj kiszökött belőlem, hiába próbáltam visszatartani. Már a következő találkozáson gondolkodtam, amely ki tudja, mikor lesz megint. De már abban a pillanatban elkezdtem várni. Mert az anyák sorsa az örökös várakozás. Nagyon szépen köszönjük, Editke, és Terikének innen is gratulálunk az érzésekért és a hangulatokért, amit itt varázsolt nekünk. Most pedig Sándor Szidóniát kérem fel, hogy adjon nekünk verset. Azt szeretném mondani, hogy ez a vers, amit először el fogok mondani, az első vers, igazából férfiak szokták mondani, mert majd meglátja mindenki, hogy miért, de úgy gondoltam, hogy hát a Jenő férfi volt, és úgy gondoltam, hogy egy nő is tolmácsolhatja a szavait, mert hiszen ezeket ő mondja. Fogadják szeretettel. Heltai Jenő, vallomás. Mi ketten egymást meg nem értjük. Nagyon sajnálom, asszonyom. De ha nem kellek szeretőnek, egyébre nem vállalkozom. Például arra, amit gyakorta a szónoki hévvel mond kegyet, hogy meggyötött szegény szívének, legjobb barátja én legyek. Legjobb barát. Szavamra mondom, megtisztelő egy hivatal. De nem vagyok hozzá elég vén, s ön aggasztóan fiatal. Ön csupa élet, csupa illat, lángol, vakít, hevít, ragyog. Hát hogy ne szomjaznám a csókját, én, aki angyal, nem vagyok. Olyan kevés, amit kívánok. Ha osztozkodni restel is, legyen a tisztelt lelke másé. Nekem elég a teste is. Legyen lelkének egy barátja, kivel csevegni élvezet. De ez az őrült, ez a mamlasz, ez a barát nem én leszek. Legyen övé minden poézis, és az enyém csak, ami tény. Ő oldja meg a problémákat, a ruháját viszont csak én. Hogy ez a hang szokatlan önnek, kétségbe kérem, nem mondom. De annak, hogy megértsük egymást, csak egy módja van, asszonyom. Adjon az Úr, ki egy tenyérből rosszat is, jót is osztogat, rosszabb elkölcsöket kegyednek, vagy nekem adjon jobbakat. És most ez egy nagyon aktuális vers lesz erre a megnyitóra. Pálkutas orsolya megnyitóra. Mindegy, mit társadon választasz, tollat, lencsét vagy ecsetet. Legyen bármi az eszközöd, művedben magad mutatod meg. Alkotásod te leszel, lelked benne átlényegül, mint ajándékot művedben átadod magad is legbelül. Ha tollat, tintát, papírt ragadsz, előtűnnek futó sorok, beszélő szavaiddal képzeletben messze jutok. Ha segítőd lencse, ecset, megmutatva, amit te látsz a papíron az üzenetben, mindig önmagadra találsz. Alkos hát, s mondom, bármivel tedd, add bele bátran önmagad, pilláid mögött vágyaidat, kérlek, tárd ki, mi hamarabb.